Sziasztok! Mivel sok csoport, akvarista csoport eltűnt, így úgy gondoltam, hogy a csoportok adminjaival való konzultáció eredményét, illetve követve az eseményeket összegezném egy kicsit a témát, hogy, hogy miért van ez, illetve mire kell figyelni, a, akár a tagok részéről, hogy a kedvenc csoportjuk megmaradjon, és az adminok részéről, hogy, hogy megmaradjanak a csoportok. Kezdjük a legelejéről. Valaki úgy gondolja, hogy készít egy csoportot, akkor csoport típusa alatt öt csoport közül választhat. Általános adásvételi játék, közösségtanulás állások. Az adásvételi csoportokban lehet eladni most ezekre vonatkozik az irányelveket tartalmazó szabályzat, ami külön adásvételi csoportokra vonatkozik. Amikor nyitunk egy csoportot, akkor a csoport az egy a csoporttal együtt kapunk funkciókat, a, leg, hát a legmegfelelőbb funkciókat az általános kínálja, az adásvételi ugye adásvételre, játék játékra van optimalizálva, és itt tovább. Tehát az általánost válasszák a legtöbben. Tehát a csoport típusa általános, az adásvételire vonatkoznak az adásvételi szabályok, lehetséges, hogy a többiben el se lehet adni, de ez a mi szemszögünkből lényegtelen. Tehát általános csoportot választanak a legtöbben. A későbbiek folyamán előfordul, hogy a Facebook felkínál egy olyat, hogy ez a csoport állatok témájú, a fogalmazásban múlt idő van, tehát tádilagosan közli, hogy ezt a csoportot az állatok kategóriába soroltuk be. Pont. Tehát oda sorolták be, kész. Hogy könnyebben megtalálják, megtalálják az emberek. Helyes ez így? Igen, nem legyen eltávolítva. Ez csak annyit jelent, hogyha nemet választasz, akkor nem sorolják be az állatok kategóriába a csoportok felfedezésénél. Tehát ha elfogadod, ha nem, abba sorolták be. Tehát ez a csoport állatok témájú? Igen, nem. Na most a később ezt tovább bontja a rendszer. Ez a csoport vízi állatok témájú? Ezt a csoportot a vízi állatok kategóriába soroltuk be, hogy könnyen megtalálják az emberek helyes, ez így. Tehát már abba sorolták be, mindegy, hogy elfogadod, nem fogadod el. Ők besorolták ebbe, a kategóriáról azért elmond mindent, hogy az állatok kategóriának a zikon képe egy gömbakvárium és egy halacska, egy betta úszik benne az akváriumba, tehát a halakat ugyanúgy az állatok kategóriába sorolják be. Ez eddig rendben van, tehát besorolnak nem a Facebook adminok, hanem az algoritmusok besorolnak egy adott kategóriába, amit az algoritmus talál, ami a képeken szerepel, ami a bejegyzések és szövegeiben szerepel, bár inkább szerintem csak a képekre, videókra alapozva kapják a csoportok a besorolást, és akkor állatok kategóriába kerülnek az akváriumok, mindegy, hogy milyen, hogy most a, az akváriumok, például a növényes akváriumok vagy biotop, teljesen mindegy az állatok kategóriába kerül be. A későbbiekben, az algoritmusok ö, olyan összefüggéseket keresnek a képek és a szövegrész között, amelyek ö, eladás feltételeznek, ami ugye tiltott lett a Facebookon. Nem lehet, tehát tilos eladni állatot. Beszüntették az állatok értékesítését. Lényegében és értékesítéséről van szó. Hát a növények. Az ami, az, ami ebből ebből a kategóriából elvileg nem, tehát azt lehet. Azon kívül gerinces gerinctelen bármi, ami, amit az algoritmus be tud azonosítani élménynek, tehát állatnak, tehát nem növénynek. Tehát ugye a növényt azt, azt növénynek sorol, azonosítsa be, de a, egy, egy közeli garnéla fotót, az már állat lesz akár egy csiga is, akár egy, bármi, egy bármilyen hal, ez mind-mind állat lesz. Ennek azonosítják be. A, tehát az egyik összefüggés a fotó, a másik összefüggés pedig a kult kulcszó. A kult amik utalnak az eladásra. Eladnék, eladó, eladnám, vennék, keresek, kínál, akármi, bármi, ami az eladásra utal. Ha ez a kezdő összefüggés megvan több bejegyzésnél, akkor, vagy egy bejegyzésnél, ezt nem tudom a bejegyzés számot, ami biztos, hogy visszamenőleg is, tehát visszamenőleg is dobtak két csoportot, akkor a csoport két, két szankció közül valamelyiket fogja kapni. Az egyik hogy törlik. Ez gondolom akkor van, hogyha az arányok olyanok, hogy sok bejegyzésben szerepel a kereskedem, kereskedemre utaló szó, akkor törlik, tehát megszüntetik a csoportot. A másik lehetőség, hogy adnak időt az úgymond takarításra, ez több csoportnál megvalósult, felfüggesztik a csoportot, a felfüggesztés ideje alatt az akvarista csoport nem lesz elérhető, nem látják a tagok, az adminok igen, illetve a staftagok igen, és a staftagok törölhetik a kulcsszavakat, tehát rákereshetnek a csoportban, keres, kínál, eladó, adnék, vennék, stb. és minden ilyesmi bejegyzést, ami, ami tartalmaz ilyen kulcsszót, Töröl, törölni kell az adminok részéről. A törlések után, ha úgy gondolják, hogy, hogy minden kibuccoltak, utolsó példában több ezer bejegyzés lett így törölve, hosszú évek alatt felhalmozódott bejegyzések, akkor az ellenőrzés után, amit szintén egy algoritmus végez el, akkor lehetséges, hogy visszaállítják a csoportot. Ennyi a lényeg. Tehát hiába mondja, sokan mondják, sok akvarista, hogy hát adásvételi csoportokra vonatkozik az irányát, nem érdekli ez az algoritmusokat. Az algoritmus azt, azt érdekli, hogy besorolta a közösséget egy állatok kategóriába, amit a képek, bejegyzések, videók alapján meghatároz. Ezen nem lehet változtatni. Nem kínál fel, hogy most valaki beírja, hogy növényes, kategória, valaki megadja, hogy akármi tücsök kategória, bármilyen kategória, nem, állatok, és azon belül bontja le, hogy most vízi állatok, vagy milyen állatok téma. És ha megkaptál valamelyik csoport az állatok kategóriát, és megtalálja a két összefüggést, az algoritmus állatos kép, és mellé egy kulcó, akkor, akkor van a gond. Akkor jön a felfüggesztés, vagy a törlés az arányok alapján, Dönt a rendszer valószínűleg. Megelőzheti az egészet egy kult szó figyelmeztetés. Volt olyan, volt rá példa, hogy folyamatos kulcsszó figyelmeztetés kapott a csoport. Na most hogyan lehet ezt elkerülni? Hát azok, akik meg akarják, meg szeretnék tartani a csoportjukat, a kedvenc csoportjukat, azok mindenféleképpen kerüljék, tehát eladó-kiadó. Most a szívem nincs. Tehát ezt a nótát nem lehet elénekelni a csoportban, leírni, mert ez, ez tiltott kereskedelemre utal. Sajnos ez van, tehát ez, ez, ez algoritmus, hát valahogy meg kell keresni a, az adásvételeket az algoritmusoknak, hát így keresik, tehát nem lehet, nem lehet elénekelni a régi magyar nótát nem lehet leírni, mert kivágják érte, kivághatják érte, minden feltételes módban van, kivághatják érte a csoportot. Hát ezen belül, hogyha még esetleg, mert nem kizárt, hogy nagyobb csoportoknál, nagyobb aktivitású csoportoknál benéz esetleg egy, egy admin is, és azért ellenőrzi, hogy most burkolt adásvételek vannak, vagy nincsenek, esetleg ár, hogy az árszóra is rá tudnak keresni, ezt így nem tudni. Tehát az a biztos, hogyha mindenki betiltja az állatok eladását, és utána pedig, ö, hát ö, még a kult az ami, az, ami lényeges. Volt olyan csoport utoljára, ami, ami megszüntette az állatok eladását, annak ellenére a kult alapján felfüggesztették. A csoport adminok részéről két lehetőség van. Egy, Hát bíznak a tagjaikban, hogy olvassák azokat a bejegyzéseket, amik a kulcó elhagyására irányulnak. Kettő beállításoknál beállítják, hogy az összes bejegyzést, amit a tagok posztolni akarnak azt előzetes ellenőrzés után engedélyezik és akkor átnézték az adminak a bejegyzést, nem találtak benne kulcsot, akkor engedélyezik a, a bejegyzést a csoportban. Kacsfasz az egész, van benne logika, van benne logika, tehát így tudja, így tudja a Facebook kiszűrni az adásvételeket, tehát másképp szerintem nem, tehát csak kulcóra, illetve képekre és összefüggésekre tudnak keresni hát nehéz ügy ez, mert mindenki keres, tehát nem pont az eladással van a gond, tehát hogyha szerepel egy kép, egy állatos kép, és alatt a eladó, vagy például keresek, külső, keresnék külső szűrőt, hát lehet, hogy már is gond. Ezt majd, majd a jövő eldönti, hogy keresnék az akváriumra egy külső szűrőt, vagy szűrőt, tehát keres, és attól függetlenül nem venni akar, vagy nem eladni akar, csak, csak éppen bolti forgalmat keres, lehet, hogy már is gond, nem tudjuk egyelőre labilis az egész. Ami biztos, hogy a nagy közönséget, a rengeteg embert, az kizárólag a, Facebook érdekel, más alternatívák, mint a fórumozás, vagy, a, vagy bármilyen más platform, Biztos, hogy nem érdekli az embereket. Annyira egyedülalkodó az okostelefon és a rajta futó applikációk, a, a valós idejű komment frissítések, hogy mindenki, mindenki, tehát nem fogják elhagyni a, az emberek a Facebookot. Egyedülalkodó, hatalmas szerverpark van fölött, mögötte óriási ö, szerverekkel dolgozik, tehát ö, biztonságosnak mondható. Nagy tárhelyen rendelkezik, ezt nem tudja senki se utánozni. Valószínűleg nem tudják már utolérni azt a most jelenleg 11 darab kisebb falu méretű szerverparkot, ami biztosítja a, a futást. Úgyhogy egyelőre próbálunk alkalmazkodni és gyűjteni az infókat, melyik csoportnak mi a története. Annyi a pozitívum, hogyha, ha gondolom, arányaiban jó a normál poszt és az algoritmus által felfedezett adásvételi poszt, akkor engedik a tisztítást a staffnak, és utána pedig, ha megfelel az ellenőrzésem, akkor visszakerülhet. Olyan infó van még, hogy dupla is lehet az ellenőrzés, tehát kétszer történik, kétszer megtörténik az ellenőrzés, és akkor utána mondják rá az álment tehát két lépcsőben kérhető az ellenőrzés. Ez, ez egyéni, de aki, akinek sok ilyen kereskedelemre, kereskedelemre utaló szó van a, a csoportjában, a rákeresett a keresőben, a számíthat, hogy előbb-utóbb kidobja a rendszer, ha a staffnak, az adminoknak fölkinálta már a rendszer, hogy ez egy állatos, vagy viziálatos, lehet, hogy utána még ragozza. Én erről a kettőről tudok, tehát állatok, víziállatok témájú csoport, tehát ebbe sorolta be a rendszer, akkor utána következhet az, hogy számíthat rá, hogy a kúrszavak alapján felfüggesztik a csoportot, vagy törlik. Ennyi lenne, nem jó, de most ez van, alkalmazkodni kell. Sziasztok!